A Finó Kaposvár Dági KSE találkozóval vette kezdetét mintegy 300 néző előtt a három napon át tartó Gödöllői 4-es kupadöntő az egyetemi sportcsarnokban. A játszmákat gyászszünet előzte meg. A kaposvári együttes egykori vezetőségi tagjának és törzs szurkolójának a napokban elhunyt Kaponya Istvánnak, valamint Csiszár Gézának emlékére. Az első két játszma a papírformának megfelelően alakult. Egyre jobban elhúzott ellenfelétől a Finó Kaposvár, ezután egy darabig fej-fej mellett haladt a két együttes. Majd a végjátékban Gergyék 3-0-ás eredménnyel eldöntötték a szett és egyben a 66 percig tartó találkozó sorsát. Így döntőbe jutott a Finó Kaposvár. Az esti Kádár Kecskeméti erese MAFC BME Mapej találkozón 3-2-es eredmény született. A találkozó szombaton 16:30-tól a Teva Gödöllői RC Aluprof TF Budapest, 19 órától a Vasas Óbuda Budapest Bank Békés Csabai RSL mérkőzésekkel folytatódik.